két párról szól. Az egyik párnak az élete úgy tűnik, hogy csinem van, a másik egy kicsit zavarosabb már, ami a magánéletüket illeti. Két fiú üzemeltet egy kiadót, és nem mennek jól nekik a dolgaik, és van az én karakterem, az írónő, akik mindenáron szeretnének beállózni. És ők ezt a lakást felújítják, és közben van mindenkinek valami kis vaj a füle mögött, és hol szerető, hol jóga tanár, aki szeretné a kis pásztorolóját eltölteni. És hát mindenki ugyanazt a lakást szeretné használni a liaisonjára. Mert miközben ők felújítatják ezt a lakást, ott van egy belső építész, akit szerint személyen játszik, aki meg közben összejön a főnökének a húgával. Az az este, ami úgy tűnt, hogy üressé teszi a lakást, az megváltozik, és mindenki a lakásban marad, és innentől kezdve elindul a kalamajka. A Katára én nagyon mérhetetlenül büszke vagyok. Amikor valaki színészből eldönti, hogy ő rendező lesz, az mindig egy nagyon kéteséges dolog. Úgy érzem, hogy az agykapacitásomnak a legnagyobb százalékát használom most ki szerintem életem során. 20 éve a barátnőm, 20 éve a kollégám. Nagyon kíváncsi voltam, hogy ő. Azt kérdeztem tőlem, hogy tudod, hogy mire vagy? Te tudod, hogy mire vállalkozol? És mondta, hogy azt hiszem, tudom, de majd ez úgyis kiderül. Nagyon sokszor ott szoktam maradni, akkor is, amikor nem az én jelenetem van, és nézem ezt az egészet, hogy hogy működik, hogy ugye a rendező most akkor megbeszél az operatőrrel, hogy nem tudom, és ez az egész világ annyira érdekelt, hogy mindig volt bennem egy ilyen, hogy de én is hogy halljam, hogy én is, hogy mi. Amikor castingra hívtak, és akkor ott ő meg is győzött, hogy ő tudja, hogy mit akar. Volt olyan is sokszor, hogy így nem feltétlenül értettem egyet, vagy egy instrukcióval, és színészként egyébként nem tudsz oda menni a kollégáthoz, mert szigorúan tilos, legalábbis én az én szabályom szerint, tehát én sosem megyek oda, és nem bírálok felül egy rendezőt. Fölhívott, hogy akkor figyelj, akkor lenne ez a szerep, és hát nagyon gondolkodom, hogy szeretnélek kifordítani önmagadból, mint külsőleg, mint belsőleg, mint színészileg, mert nagyon-nagyon-nagyon mást kell csinálni. Ő nézi a snittelést, nézi azt, hogy a két kamera hogyan dolgozza fel a jelenetet. Kata főleg színészként tud nagyon sok mindent ebbe belehozni. Személyesen tud olyan instrukciókat adni, amitől tudja, hogy ez a színész majd azért fogja azt játszani, mert... Nincsen olyan, hogy... Tehát ilyen nincs. Egy pillanatban nincs a 12 óra alatt. Még ebédszünetben is megbeszélések vannak. De nagyon élvezem. Nagyon-nagyon élvezem.